Sziasztok, amint látszik, itt vagyok a bent a lakásba, és a ablak párkányon ugye nem szabad földbe, hanem tehát ugye egy ilyen nagyobb edénybe, egy ilyen vödörbe van nekünk málna, és hát nagyon durva basszus, mert november 1-je van, és nézzétek, tehát ez csak így szépen megmutatom, és szépen rá zoomolgatok itt a lényegre, meg persze le is fogjuk szedni, meg is fogjuk kóstolni. Nagyon szép, mi? És itt is van, ugye itt a tetején is, ez mondjuk annyira nem látszik, de tehát basszus, az is valamennyire pirosodik. Na, úgyhogy itt ezen a tájékon most azt fogjuk csinálni, hogy egészen egyszerűen én már ide készítettem egy tálkát, amint látszik, és le fogjuk szedni. Tehát például ez látszik, hogy tök jól megérett, úgyhogy megfogjuk és lehúzzuk egyszer. Ez is tök jól megérett, ezt is lehúzzuk kétszer, valamiért kicsit szétjön. Ezt is lehúzzuk háromszor. Kicsit szétjön, de mondom, nem érdekes. És akkor hát ezeket majd szerintem még várok egy 2-3 napot. Tehát ezeket sikerült most leszedni. És akkor annyit csinálunk. Ez egy nagyon hiper gyors videó lesz, hogy meg is kóstolom, hát természetesen megfelezem a ágival. Tehát én mondjuk ennyit megeszek ezeket a rosszabbakat. Teljesen szuper jó málna íze van. Úgyhogy dobom is fel ezt a videót. Köszi szépen, hogy megnéztétek. Hát tanácsnak csak igazából annyit, hogy ha esetleg van csak ennyi helyetek, és szeretitek a málnát, választhatok ki egy jó típust, és saját kezüleg SK ehetitek azt, amit ugye ti magatok metszetek, ti magatok locsolgattok, ti magatok nézegethettek, úgyhogy ez így igazából sokkal nagyobb élmény. Köszi még egyszer, ciao.